Morgan Scott Peck, a rabbi ajándéka. Egy kolostorra nehéz idők jártak. A valaha hatalmas szerzetes rend a 17.-18. század megújuló szerzetes ellenes mozgalmai és a 19. század fokozódó elvilágiasodása nyomán sorra elvesztette fiúk intézményeit, s tagsága oly mértékben megfogyatkozott, hogy végül csak 5 barát maradt a lepusztult anyakolostorban. Az apát és 4 társa valamennyien 70 év fölöttiek. A rend vitathatatlanul kihalásra ítéltetett. A monostort környező sűrű erdőben megbújt egy kis kunyhó, amelybe időnként a közeli városban működő rabbi húzódott vissza egy kis remete életet élni. Az imádságban és elmélkedésben töltött sok-sok év során az öreg szerzetesekben kifejlődött egyfajta 6. érzék, úgyhogy azonnal tudták, mikor vonul remete lakába a rabbi. Itt a rabbi, megint az erdőbe jött a rabbi, adták tovább egymásnak ilyenkor suttogva a hírt. Egyszer aztán a rendje haldoklása miatt emésztődő apátnak eszébe jutott, hogy ellátogat a kaibába, és megkérdezi a rabbit, nem tudná egész véletlenül valami tanácsot adni, hogy miként menthetnék meg a kolostort az elnéptelenedéstől. A rabbi szívesen fogadta a rendfőnököt, mikor azonban a jövetele céljára ért, csak sajnálkozni tudott vele. Magam is hasonló cipőben járok, bizonygatta. Ugyanez a helyzet a városban is. Jóformán senki sem jön már a zsinagógába. Így hát az apát meg a vén rabbi együtt siránkozott. Azután felolvastak néhány verset a Tórából, és csendben magvas eszméket cseréltek. Elérkezett az idő, hogy a vendég távozzék. A két öreg megölelte egymást. Csodálatos, hogy annyi év után végre találkoztunk, sóhajtott az apát, de még mindig nem sikerült választ kapnom a kérdésemre. Nem tudna esetleg valami tanáccsal szolgálni, hogy mi módon segíthetnék halódó rendemen? Sajnos nem, felelte a rabbi. Csupán annyit mondhatok, hogy a messiás önök közt van. Amint az apát visszatért a kolostorba, a rendtársai köré gyűltek. Nos, segített valamit a rabbi? Nem tudott, horgasztotta le a fejét az idős szerzetes. Csak sírtunk és a Tórát olvasgattuk. Mindössze annyit mondott, amikor már indulófélben voltam, nos, elég talányos dolog, szóval annyit mondott, hogy a messiás köztünk van. Fogalmam sincs, hogy értette ezt. A következő napokban, hetekben és hónapokban az öreg szerzetesek egyre azon rágódtak, vagy jelentenek-e valamit a rabbi szavai. A messiás itt közöttünk. Netán a kolostor valamelyik lakójára gondolt? Ha igen, akkor melyikre? Esetleg az apát úrra? Igen, ha személy szerint valakire célzott, akkor valószínűleg a mi tisztelendő atyánkra, hiszen ő a vezetőnk immáron több, mint egy emberöltő óta. Másfelől persze nem elképzelhetetlen, hogy Tamás testvérre. Tamás testvér tényleg szent ember. Mindannyian tudjuk, hogy Tamás a szívében hordja a fényt. Ezzel szemben Eldred testvér szóba sem jöhet. Ez az Eldred egyre bogarasabb. Ám bár ha jobban meggondoljuk, még ha mindenkinek tüske is az oldalában, de csak ugyan, Eldrednek szinte mindig igaza van. Sokszor nagyon is igaza. Talán a rabbi kijelentése mégis rá vonatkozik. Na de Fülöp testvére semmiképpen sem. Fülöp olyan visszahúzódott, teljesen jelentéktelen alak. Az viszont tény, hogy valami rejtélyes adottság révén mindig ott terem, ahol szükség van rá. Mint egy varázsütésre megjelenik az ember mellett. Igen, talán Fülöp a messiás. Rám ugyebár nem gondolhatott a rabbi, nem, az kizárólag, hogy pont rám egy ilyen hétköznapi emberre. Na és ha mégis, ha mondjuk tényleg én vagyok a messiás? Ó nem, Istenem, ugye nem lehetek ennyire fontos a számodra. Így merengtek mind magukban, s ki kezdett megkülönböztetett tisztelettel bánni a többiekkel. Hiszen nem lehetetlen, hogy valamelyik társa a megváltó. És mivel végül az sem teljesen elképzelhetetlen, hogy saját maga az, hát ettől fogva mindegyikük önmagára is rendkívül tisztelettel tekintett. Lévén, hogy a rendházat gyönyörű erdőség övezte, egyszer-egyszer továbbra is előfordult, hogy az emberek ellátogattak a kolostorhoz, hogy meguzsonnázzanak az előtte elterülő kis gyepes térségen,
Felfedezték a körülötte kanyargó szűk ösvényeket, hébe-hóba még az omladozó kápolnába is benéztek, és kedvük támadt egy kis elmélkedésre. Közben, anélkül, hogy tudatára ébredtek volna, megfogta őket a sajátos atmoszféra, a rendkívüli tisztelet, amely most az öt öreg szerzetest kezdte körülvenni, és mintha belőlük sugározva áthatotta volna az egész épület levegőjét. Megmagyarázhatatlan, már-már ellenállhatatlan vonzerű áradt a falakból. Az alkalmi kirándulók önkéntelenül kezdtek gyakrabban piknikezni, játszani, imádkozni a kolostornál. Kezdték magukkal hozni a barátaikat is, hogy megmutassák nekik ezt a különleges helyet. A barátaikkal azután eljöttek azok barátai is. Így történt, hogy valamelyik fiatal ember, aki ellátogatott a kolostorhoz, egyre többet és többet beszélgetett az öreg szerzetesekkel. Egy idő múlva megkérdezte, nem csatlakozhatná hozzájuk. Aztán követte még egy, és még egy. Néhány év múlva a kolostor újból virágzó rendházzá, és a rabbi ajándéka jóvoltából az egész ország pezsgő, szellemi és lelki központjává vált. Tisztelt ünneplő közönség! Nagyon szeretem az előbb elmesélt történetet, mert nehéz időkben mindig vigaszt tud adni. Legyen egy helyzet bármennyire reménytelen, ha a közösségben van összetartás, akkor felül tud bármilyen problémán kerekedni. Ilyen körülmények között vagyunk most is. Talán soha nem volt annyira szükségünk arra, hogy erőt merítsünk egymásból, hogy megbecsüljük és támogassuk egymást, és közben felfedezzük egymásban az értéket, a tiszteletre méltó embert. Ugyanakkor tudom, hogy nem csak, hogy megvan bennünk ez az erő, de még arra is képesek vagyunk, hogy a saját bajainkkal való foglalkozáson túl másoknak is segítőkezet nyújtsunk. Csodálatos hagyománya a szilágyis közösségnek, hogy karácsonykor összefog. Mindenki azt ad ilyenkor magából, amit tud. Ki a tehetségét, ki a szervező munkáját, ki a figyelmét, ki a javait, de mindenki a szeretetét. Annak érdekében, hogy határon túli gyerekeknek aranyozzuk be a karácsonyát, és ezzel együtt a saját szívünket is. Köszönöm Gáli Ildikó tanárnőnek, hogy másfél évtizede életre hívta ezt a nemes kezdeményezést, melynek nyomán eddig 14 különböző felvidéki, erdélyi vagy délvidéki iskola, alapítvány vagy egyéb szervezet kapott, idén pedig a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc középiskola fog támogatást kapni. Köszönöm Antal Andrea és Békési Katalin tanárnőknek, hogy idén összegyűjtötték és megszerkesztették a műsorszámokat. Köszönöm a már elballagott és a még aktív szilágyisoknak, hogy színvonalos produkcióikkal önzetlenül hozzájárultak a rendezvényhez, nagyon hálásak vagyunk nekik. Köszönet Ferenci Kristófnak a 11. C-osztályból, hogy a műsort összevágta. És végül, de nem utolsó sorban köszönet mindenkinek, aki a felvételt megnézi és adományát alapítványunknak felajánlja, eljuttatja. Kis összeggel is nagyon sokat tud segíteni. Rendhagyóan tudjuk most ezt a műsort tálalni, de bízunk abban, hogy mindenkinek ugyanolyan örömet tudunk vele okozni, mint amilyen örömmel mi azt készítettük, és mintha élőben tekintené meg. Bízom benne, hogy jövőre újra személyesen tudunk majd egy ilyen eseményen találkozni. Áldott, békés karácsonyt, és boldog, egészségben gazdag új esztendőt kívánok. A Messiás közöttünk van. Adi Endre, karácsonyi rege. Harang csendül, ének zendül, messze zsong a hála ének. Az én kedves kis falumban karácsonykor magába száll minden lélek. Minden ember szeretettel borul földre imádkozni. Az én kedves kis falumban a messiás boldogságot szokott hozni. A templomba hosszú sorba indulnak el ifjak vének. Az én kedves kisfalumban hálát adnak a magasság istenének. Mintha itt lenn a nagyisten szent kegyelme súgna szálna.
Az én kedves kis falumban minden szívben csak szeretet lakik, máma. Bántja lelkem a nagyváros durva zaja. De jó volna ünnepelni odahaza. De jó volna tiszta szívből, úgy, mint régen, fohászkodni. De jó volna megnyugodni. De jó volna mindent elfeledni. De jó volna játszadozó gyermek lenni. Igaz hittel, gyermek szívvel a világgal kibékülni. Szeretetben üdvözülni. Ha ez a szép rege igaz hitté válna, ó, de nagy boldogság szállna a világra. Ez a gyarló ember ember lenne újra, talizmánja lenne a szomorú útra. Golgota nem volna ez a földi élet. Egyerő hatná át a nagy mindenséget. Nem volna más vallás, nem volna csak ennyi. Imádni az Isten, s egymást szeretni. Karácsonyi rege, ha valóra válna, igazi boldogság szállna a világra. Babics Mihály, Csillag után. Ülök életunt szobámban, hideg teát kavarok. Körülöttem fájás félés köthálója kavarog. Kikelek tikkat helyemből, kinyitom az ablakot, s megpillantok odakint egy ígéretes csillagot. Ó, ha most mindent itt hagynék, mennék a csillag után, mint rég a három királyok betlehemi éjszakán. Gépkocsin vagy teveháton, olyan mindegy, hogy hogyan. Aranyat, tömjént és mirhát vinnék, vinnék boldogan. Mennék száz országon át, míg utamat szelné a vám. Aranyad tilos kivinni, szólna ott a vámos rám. Tömjéned meg, ami csak van, az mind kell, az itteni hazai hatalmak fényét méltón dicsőíteni. Százszor megállítanának, örülnék, ha átcsúszom. Arany nélkül, tömjén nélkül érnék hozzád, Jézusom. Jaj, és mire odaérnék, hova a csillag vezet, te már fügnél a kereszten, és a lábad csupa seb. S ahelyett, hogy bölcsőd köré szórjak tömjént, aranyat, megmaradt szegény mirhámmal, keserű szagú mirhámmal kenném véres lábadat. Ség Gusztáv, a békesség. Egy festőt egyszer arra kértek, rajzolja le a békességet. A feladat egyszerűnek látszott, s ő nyomban neki is látott. Rajzolt tengert, széltől mentesen, rajta egy hajót, mely állt csöndesen. Utasa mind lusta álomba merült, s a kép összegyűrve a szemétre került. Nem békesség volt a papíron, hanem szélcsend és unalom. Aztán újabb rajzba kezdett, s egy szundító öreg bácsit festett, de békességet nem ábrázolt ez sem. Neki állt hát, hogy tovább keressen. Rajzolt virágot, csöndes téli tájat, békésen legelésző birkanyájat. A papírkosár lassan tele lett, s közben be is esteledett. Ám az este sem volt békés, messziről hallatszott a mennydörgés. Vihar közeledett, az ég rengett. A festő az ablaknál töprengett. Nézte a szélben sodródó leveleket, a villámokat, mik átjárták az eget. A ház előtti tölgy recsegve hajlongott, kövér eső csöppek verték az ablakot. A festő nem tudta tovább, hogyan legyen. Istent kérte hát,
hogy csodát tegyen. Tekintete ekkor ismét a fára esett, s ott meglátta, amit egész nap keresett. A fa egyik vastag benső ágán, úgy a fának szíve táján, a viharról szinte mit sem sejtve, ült egy madár, fejét szárnya alá rejtve. Nyugodtan aludt, miközben zengett az ég. Ez hát az igazi békesség. Uram, te megmutattad békességedet, szólt a festő, és nem tévedett. Csodálatos isteni békesség ez, mit a viharban alvó madár jelképez. A világ legyen bármi nyugtalan, ha szívünkben Isten békessége van. Ő minden gondot vállára vesz, s bennünket szabaddá, békéssé tesz. Az ő békessége tökéletes, minden félelemtől mentes. Nekünk szánja ezt a békességet, s tőlünk csak egyet kér, engedelmességet. Elza! Csak egy icipici hó kell, és még egy jó barát, mert nélküled nem készül el a hóember, biz ő is vár ma ránk. A legjobb cimbik voltunk, de most meg nem, és túl nagy a távolság. Pedig csak egy pici hó kell, de lehet tőlem akár súder. Várok rád. Nekünk csak egy pici hó kell, ránk fér egy bringatúra már. Nélküled pici szívem csuparom, így lett a haverom egy kép a falfalán. Kitartás, jaj egyedül, hogy uncsi, csak a magány vár, az idő is lassan jár. Hiszem, hogy mától mindörök szól a zene, rám talál. Végre mától mindörökké minden máshogy lesz talán. Egy kicsit kapar a torkom, de a lámpa láz most jó. A hútenger ma hegyeken áll, ugye vakít ez a fény. A szíved is jégbe zárva, itt a világ peremén. Tudom, hogy elrontottam, rémes tettem, fáj. Vajon hogy is volt, lehet mindegy már. A lelkem rég csak ettől félt, nagyon nehéz, hogy ma ez megtörtént. Hát jöjjön és tél és hó, tán így is jó, messze hívó szó, messze hívó szó, messze hívó szó. De csak elvírjuk együtt ezt a bázsás súly, keresd mi régen múlt. Nekünk csak egy pici hó kell. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10, it's glistening once again with candy canes. I see all lanes that glow. It's
it's beginning to look a lot like Christmas. Toys on every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop boots and a pistol that chooses the wish of Ollie and Ben. Does up with talk and my go for a walk is the hope of Jenny's and Jen. And mom and dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, there's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well. It's the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that will make them ring is the carol that you sing right within your heart. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys on every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Sure, it's Christmas once and more. Az égen csillag ég, ő hozza a reményt, hogy megismerem még a karácsonyi fényt. Hogy nyílik majd az ajtó, és a télapó belép, hogy mondhassam, e bűvös éj, de szép. Az égen angyal száll, és együtt lenni jó. A házban zöld fa áll, a kertben hull a hó. Fények gyúlnak mindenhol, a fászás csillagé. Úgy újongunk, e bűvös éj, de szép. Köszönöm.
Juhász Gyula, karácsony felé. Szét tündérország támad föl szívemben, ilyenkor decemberben. A szeretetnek csillagára nézek, megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, ilyenkor decemberben. Bizalmas szívvel járom a világot, s amit az élet vágott, beheggeztem a sebet a szívemben, és hiszek újra égi szeretetben, ilyenkor decemberben. És valahol csak kétkedő beszédet hallok, szomorúan nézek. A kis Jézuska itt van a közelben, legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, s ne csak így, decemberben. Kosztolányi Dezső, Szerenád.
A kormos égből lágy fehérség szitálja le ezüst porát. Didergve járok ablakodnál, a hófehér nagy úton állt. S amint megyek itt éjjel órán, lépésem meg se hallható. Mert zsongva, súgva és zenélve, halkan szitál alá a hó. S körülvesz engem, zordon árnyat, egy hófehér, szelíd világ. Angyalpárnák tolpi héje, zengő, szelíd melódiák. Habpárna sejmén szunnyadó arc, mint angyalok fényszárnya, ó, minek szelíded altatóul, halkan zené a tiszta hó. Oly mély a csend, a város alszik, mind járjatok lábújhegyen. Pihék, zengjétek ti néki, hogy álma rózsásabb legyen. Egy hófehér hálószobává változ át csendes utca. Ó, fehér rózsaként húj az égben reá, te szálló, tiszta hó. Szappanos Márta Mária karácsony éjjelén. Megnyílt az ég, pehelyspórákban hult a szeretet fény, millió lámpa gyúlt a sötétség titkos éjjelén. Testet öltött, s emberré lett az üdvöt sugárzó isteni lény, s fehér gyolcsokban piheg, mint halvány rózsaszirom a szűz kebelén. S gyúlt millió lámpa tűz a sötétség éjjelén, s a föld minden zugába betört a lámpafény. Úgy lángol azóta a spatagzik szerteszét, hogy 2000 év sem oldhatta el forró szívtüzét. E forró láva fényből harangot öntött a szeretet, e harang zúgástól megittasult a föld, a szikla megrepett, s meg-megkondul ember szívednek elrejtett zugában, halkan, csendesen, s így száldogál karácsony éjjelen a béke, s megszentelt szeretet. Hóban ébred, majd az ünnep, minden percben nevet ránk. Tud-e bármi szebbet adni, mint a békés nagy világ? Körbenézel, s látsz egy arcot, ami némán gond pihent. Reményt adhatsz pár mosollyal, hogy a holnap más legyen. Thank you.
something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is this something as you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tell me something, boy, aren't you tired? Try to fill that void. Who do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. I'm of the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. Crash from the surface when it can't hurt us. We fall from the shallow now. In a shallow. In a shallow. In a shallow, we're far from the shallow now. Ah, 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 ah. Márai Sándor, 4 évszak, december. Ez a hónap az ünnep. Mintha mindig harangoznának nagyon messze a köd és a hófátlai mögött. Gyermekkorunkban e hónap első napján árkus papírra, kék és zöld ceruzával karácsonyfát rajzoltunk. Karácsonyfát 31 ággal. Minden reggel dobogó szívvel megjelöltük, mint egy letöröltük a jelképes fa egyik ágát. Így közeledtünk az ünnep felé. E módszerrel sikerült a várakozás izgalmát, csak nem elviselhetetlenné fokozni. A hónap közepe felé, amint közeledett az ünnep, már állandóan lázas voltam, esténként félrebeszéltem, hideglelős dadogással meséltem Dajkámnak vágyaimról. Mit is akartam? Gőzvasutat és jegyugasztót, igazi színházat páholyokkal, színésznőkkel, rivaldafénnyel, sőt, valószínűleg kritikusokkal és azokkal a szabónőkkel is, akik megjelennek a főpróbákon, és rosszabbakat mondanak a darabról. Ezen felül lengyel kabátkát akartam. Továbbá Indiát, Amerikát, Ausztráliát és a Marsot. Mindezt persze sejem papírban, angyalhajjal tetézve. Egyáltalán gyermekkoromban mindig a világegyetemet akartam. Az életet,
amely egyszerre volt bicikli, kirándulása Tátrába, anyám zongorázása a sötét társalgóban, bécsi szelet, almarétes és diadal összes ellenségeim fölött. Most, hogy az ünnep közeledik, meglepetéssel észlelem, mintha még mindig várnék valamire. E napokban megesik, hogy elindulok az utcákon, megállok a kirakatok előtt, nézelődöm. Öngyújtó nem kell. Fényképezőgép, Victor Hugo összes művei bőrben, zsebkés, melynek gyöngyház tokjában ötféle penge van, továbbá dugóhúzó, körömtisztító és pipaszurkáló is. Nem kell. Semmiféle tárgy nem kell már. S ha jól meggondolom, lemondok Indiáról, Ausztráliáról, a Marsról is. Ellenségeim cikkeit érdeklődéssel olvasom, s színházba lehetőleg egyáltalán nem járok. Mégis, valamit várok még. Annyi karácsony múlt el, egészen sötétek, s aztán mások, csillogók, melegek és szagosak. Annyi ünnep, s még mindig itt állok a férfikor delén, őszülő fejjel, tele kötelezettségekkel és ígérettel, melyeket az angyal sem tudna már beváltani, s még mindig várok valamire. Néha azt hiszem, a szeretetre várok. Aki egyszer belekóstolt, holtáig ízlelni szeretné. Közben már megtudtam, hogy szeretetet kapni nem lehet. Mindig csak adni kell. Ez a módja. Megtudtam azt is, hogy semmi nem nehezebb, mint a szeretetet kifejezni. A költőknek nem sikerült. Soha a költőknek, akik érzelmek és indulatok minden árnyalatát rögzíteni tudják szavaikban. A szeretetnek nincs színfoka, mint a gyöngétségnek, nincs hőfoka, mint a szerelemnek. Tartalmát nem lehet szavakban közölni. Ha kimondják, már hazugság. A szeretetben csak élni lehet, mint a fényben vagy a levegőben. Szerves lény talán nem is élhet másképp, csak a hőben, a fényben, a levegőben és a szeretetben. Mindezt tudva, az egyre zavartabb és bizonyosabb tudásban nem tehetek mást, mint sorra járni az üzleteket, s vásárolni öngyújtót, illatszert, nyakkendőt, jegyjukasztót, gőzvasutat és Victor Hugo összes műveit. Tudom, hogy mindez reménytelen. Mit csináljak? Az ember azt adja, amit tud. Leszálltál, eléptél, eltűnsz lassan a tájban. Ahogy a lépteid beleégtek a harmatos fűbe, az érintésed a bőrömön, magában sínekre törve szórjuk a múltunk. Átszalad az élet lassan, kattogva füstöl, és akkor látjuk majd, hogy ezek voltunk. És szólsz, látom én, fölötted lebeg. És szólsz, értem én, hogy minden lehet. Ragasszunk együtt képet a falra, úgy sem szedi össze, az emlékek bent maradtak, vagy kint ragadtak a polcokon örökre, felszínes álmok válnak valóra. Hogy merre jársz, nem tudja senki más, és úgy látszik, hogy te sem tudsz róla. És szólsz, látom én, fölötted lebeg. És szólsz, értem én, hogy mindent lehet. Nem
az a történet, amilyet álmodnék magunknak. Kérlek, hogy ne dobd ki, inkább add vissza, ha meguntad az életem. Lassan csillogva folyik le, így képzelem. A kezedből a sínekre, áh, 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 áh. És szólsz, látom én, fölötted lebeg, és úgy lépsz elém, hogy ismertelek. Leléptél, eltűnsz lassan a tájban. Thank you.
Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit, Kalas Martina vagyok. Az idei rendhagyó jótékonysági műsor alkalmával szeretnék nektek egy palóc népmesével kedveskedni. Palóc népmese, a kőleves. Egyszer régen egy szegény, falusi legény elhatározta, hogy vándorolni indul. Ment mendegét napokon át, de egyszer csak nagyon megéhezett. Mivel a tarisznyájában már nem talált egy morzsa annyit sem a hazai cipóból, elhatározta, hogy betér a közeli faluba. Majd csak akad valaki, aki megkínálja egy kis meleg étellel. Csak hogy ebben a faluban csupa szegény ember lakott. Ha nem látnak vendégül sehol, mondotta a legény az utolsó ház gazdájának, majd főzök magamnak kőlevest. Elcsodálkozott ezen a gazda, és csak hamar híre terjedt, hogy a messziről jött vándor kőlevest akar főzni. A nagy csodára nevetve futottak össze az emberek. A szegény vándorlegény kivette tarisznyájából a fazekat, megtöltötte vízzel és beletette a követ. Megengedné-e valaki, hogy a fazekamot rátegyem a tűz helyére? Persze, hogy megengedték, mert nagyon kíváncsiak voltak, mivel kőlevesről még egyikük se hallott. Amint a víz forni kezdett, így szólt a vándor. Egy kanál zsírván micsoda pompás illata lenne. Hoztak neki zsírt 3 kanállal is. A legény beletette a zsírt a vízbe, megkavarta, majd újból megízlelte. Pompás, csak egy kicsit sótlan. Jó volna egy kevéske só. Hoztak sót is több marékkal. A legény mesózta a levest, megint megkóstolta. Még ha most egy csepp káposzta is volna benne, nincs ember, aki menne nyálna mind a 10 ujját utána. Erre az egyik asszony beszaladt a veteményes kertbe, hoz 3 nagy fej káposztát hozott. A víz csak egyre forrt. A leves már majdnem megfőtt. Mikor a vendég váratlanul memmemme szólalt. Ha még így falat kolbásszal is megörvendeztetnének, hát akkor igazán felséges lenne ez a leves. 3 is hoztak neki egy-egy darab kolbászt. Sőt, volt, aki egy jókora kenyeret is hozott. A legény beledobta a kolbász darabokat a vízbe, és csak hamar elkészült a leves. Akkor levette a tűzről, tarisznyájából kanálat horgalszott elő, leült, és jó ízűen falatozni kezdett. Közben nagyokat harapott a kenyérből. Olyan jó ízűen falatozott, hogy csak hamar kiürült a fazék. Csak a kő maradt az alján. A falubeliek, akik szajtatva álltak körülötte, szinte egyszerre kérdezték. Hát a kővel mi lesz? A kővel? Azt megmosom, és elteszem máskorra, mikor újból olyan helyre érkezem, ahol semmivel se kínálják meg a fáradt, szegény vándort. Ezzel a mesével szeretnék én mindenkinek boldog karácsonyt kívánni, és vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Oh!
József Attila, tél. Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hogy melegednének az emberek. Ráhányni mindent, ami antik, ócska, csorbát töröttet, s ami új meg épp, gyermekjátékot. Ó, boldog fogócska! S rászórni szorva mindent, ami szép. Dalolna forró láng az égig róla, s kezén fogná mindenki földiét. Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni. Hisz zúzmarás a város, a berek, fagyos kamrák kilincsét felszaggatni, és rakni, adjon sok-sok meleget. Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni. Hogy fölengednének az emberek?